It is the 18th time that the University of Debrecen Faculty of Music has organized this event, where almost 200 students represent 22 nationalities. Hölgyeim, uraim, kedves vendégeim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket az IKU Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának IKU versenyén. Váradi Judit vagyok, az Akadémia Nemzetközi igazgatója. Engedjék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem a Nyári Akadémia professzorait és résztvevőit. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara 18. alkalommal hívta életre a Nyári Akadémiát, ahol közel 200 hallgató 22 nemzetközi ismert. The Artistic League Grand Conductor of the Kodály Zoltán World Youth Orchestra is Tamás Vásári, who is also world-like famous as a Peruvian pianist. He holds several prizes and awards conferred upon him for the high level of his activities as an artist, for example, the Saint Stephen Order. A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar karmestere és művészeti vezetője Vásári Tamás, aki zongoristaként is világhírű. Számos díjbirtokosa, többek között a létező legnagyobb magyar elismerés a Szent István rendben hordozója. This concert with the title The Mirror of the Life is dedicated to the celebration of Mr. Vásári's 85th birthday. Dear foreign guests, I hope you will enjoy the concert in order to save time for the music. From now on, we will use only Hungarian. A ma esti rendezvény egy életünk tükrében Vásári Tamás közel 85. születésnapja alkalmával született meg. Kérem szépen a színpadra a művészeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves művészek! 8,5 évtized olyan hosszú életidő, amely sajnos sokunknak nem adott meg. Különösen akkor tiszteltünk egy kor előtt, ha az életpálya olyan különös mértékek létrehozásával telik, mint Vásári Tamásé, a Kossuth Díjas Zongoraművészi karmesteré, a Nemzetművészévé, Debrecen város díszpolgáráé, Debreceni Egyetem díszdoktoráé, és felsorolhatatlan számú hazai és nemzetközi kitüntetés, legújabb a Szent István mellett birtokosára. Ha tisztelettel és szeretettel tekintünk erre az eddig megélt életpályára, akkor ez különösen megerősíti a jelenkori fáradhatatlan művészi aktivitás és a folyamatos alkotás, a jótékonysági tevékenység és mindenek felett az a habitus, amely azokat jellemzi, akik nem csupán szóval ragaszkodnak az örökföldjükhöz, hanem az életből mostoha és kiszámíthatatlan nehézségei ellenére is tesznek, tehetségüknek és lehetőségüknek megfelelően. A nagy templom közvetlen szomszédságába felsőkeredő csoda gyermek, a kivételes tehetség, az elemek számot és a magyar kultúra alkotója és terjesztője a világnak, nem csupán Debrecennek hozott és hoz dicsőséget ma is, hanem Magyarországnak is immár sok évtizedet. Hogy lehetséges ez?
A hivatásért folytatott eltökélt küzdelem, az élet különleges viszontossága jellemében, az erős akarat, a jobbá válásra, az emberiségét meghozott áldozatok mind-mind megadják a választ. Mi debreceni polgárok, nagy büszkeséggel gondolunk mindig a vásárüzenet istenőre, különösen örömet érzünk a felett, hogy személyesen köszönhetjük a család egyik leghíresebb képviselőjét, a közülük valót. Nem hagyhatjuk szó nélkül az ember különlegességét, hiszen az életkor meghozott jó erő és szubjektív hatás mind a színpadon, mind különféle más helyzetekben legényszerű, és a katartikus zeneélmények, amelyeket általán kapunk, mindannyiunk nemesetén tételését. Ha meg akarjuk fejteni titkát egy ilyen kivételes életnek, akkor a szerencsés genetikai adottságok mellett mindenképpen a lélekben kell keresni a legfőbb. Belül fiatalokra adott nemes személyiség, a töretlen hit és bizalom, a szeretet, a világjobbításának a szándék, a társulóval, testvéreinek gondozásával bizonyára az okok között említhetünk. A bölcsharc, amelyre most itt tekintünk, mindannyian szeretetét erősíti, amely azzal a kívánsággal párosul, hogy legyen még sok alkalom a köszöntésre, hiszen Debrecen sokáig szeretném még soraiban látni egyik legkedvesebb fián, az örök ifjút, aki jelenleg is azon fáradozik, hogy fiatal tehetségeket segítsen hozzá a zene kivételes csodájához. Kedves művész úr! Debrecen város vezetése és a város összes lakója nevében tiszta szívből kívánok boldog születésnapot, jó egészséget, további lelkes alkotó munkát, lelki békét és azt, hogy továbbra is Debrecen különleges szellemi és kultúráinak hagyományainak őrzője van. Isten érdekes és sokáig! Mint vásárolta más a csodagyerek.
akinek első koncertjére 8 éves korában került sokszülő városába. Hogy aztán azt sok évtizeden átívelő és mindmáig tartó, szerte ágazó hazai és nemzetközi zenei karrierből vesse, melynek minőségét megadni hazai és külföldi, legmagasabb szakmai és állami kitüntetések igazolják vissza. A csoda gyermekséget tehát egy csoda számba menő, párját ritkító, sokszínűen gazdag életpálya követi, amelyben benne van nem csak a virtuóz zongora művész, hanem a zseniális karmester, és a rendkívüli felismerésekkel, meglátásokkal, ötletekkel rendelkező zenei, kulturális szervező is. Művész úr egy korábban készített interjúban szülővárosáról úgy nyilatkozott, mint élete legnagyobb élmény központjából. És én ezt az őszinte megnyilvánulást nagyon meg tudom érteni. Holott születési helyszerén nem vagyok Debreceni, de az itt töltött évtizedek során Debreceni lettem. És igen fájna, ha életem még hátra levő idejében valami oknál fogva Debrecen nem képezhetné többé életem részét. Igen, tisztelt művész úr! Ön csoda gyermekként kezdte, és csodálatos évelésű pályafutással folytatta. És most pedig azt csodáljuk, azt a bámulatos teljesítményt, amelyet ön ebben a kivételesen szép életszakaszban fölmutatni, megvalósítani képes. Marie von Ebner Eschenbach író megállapítása szerint nincs csoda annak, aki nem tud csodálkozni. Kortársaink jó része leszokott a csodálkozásról. Minden annyira természetessé, racionálissá, s ugyanakkor egyben szintelenné és szegényebbé lett. Önben azonban azt az embert köszönhetjük, aki menet közben nem vesztette el az őszinte áruló nagy gyermeki csodálkozás képes. Ezért is élhetett át az eltelt évtizedek során meg annyi csodát, illetve lett csodát részesévé, s így vált csodálatra méltóvá, és másokat csodálkozásra készítettővé, hiszen önnek a csoda nem a nincs, nem is a semmi volt, hanem átélt és megtapasztalt valóság. Azért volt találkozása csodával, mert személyiségének döntően meghatározó része a spiritualitás, és tudatosan törekedett megismerni az emberi élet mechanizmusát, ezzel megőrizve személyisége integritását, belső harmóniáját. És ez is művészet, mégpedig nem is akármilyen művészet. Végül engedje meg, hogy életére, az elkövetkező tekéken művész életszakaszra Isten igényében kérje áldást. Ez az ige pedig Jeremiás könyve 17. fejezetének a 7. és 8. versében így van megírva. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalom, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja, de között marad. Száraz esztendőben sincs mondja, szüntelen termi gyümölcsét. Isten éltesse, sok boldog születése Isten áldásával.
Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűnek! Különleges eseménynek lehetünk a tanulói, hiszen a Debreceni Egyetem 10 doktorát, Vásári Tamás, sokszorosan kitüntetett Kossuth Díjas zongoraművész, karmester, nemzetművészét, saját születésnapjét ünnepi hangversenyén közvetett. Különleges megtiszteltetés az, hogy személyes jelenlétében mondhatjuk el mindazokat a köszöntő és köszönő gondolatokat, amelyekkel a legnagyobb szeretetünket és tiszteletünket kívánjuk kifejezni. Egyetemünk kevés művész tisztokra között Vásári Tamás nem pusztán az egyik, hanem az a nemzetközi hírű, a művész egyéniség minden kivételes kvalitásával, emberi értékével megáldott személyiség, akinek művészete a zene mindannyiunk természetes, nélkülözhetetlen és különleges kincse. A zenei tehetség kortól, és addig részesíti áldásában a többi ember, amíg birtokosában a test és a lélek harmóniában él együtt. Az elmúlt 85 év ebben a tekintetben kivételes példa előttünk egy bizonyára sok küzdelemmel, de sok örömmel is teli életünk, amelyből mi külső szemlélők csupán a koncertek vastagait, külföldi és hazai színpadokon ünnepel, felvegyeket, sikereket láthatjuk, a kivételes művészi élményeket kaphatjuk. Ilyen csupán azt képes adni, aki különleges tehetségén kívül tántoríthatatlan hittel és eltökéltséggel rendelkezik, aki képes más korok zenei alkotóinak hitelet megidézésére, így a generációk közötti magas rendű lelki kapcsolat teremtésére is. Egy intézmény, jelesül a Debreceni Egyetem, nem egy emberektől független személytelen konstrukció, hanem attól intézmény és attól egyetem, hogy a benne alkotó tudósok, művészek összeadják tudásukat, tehetségüket, végzik áldozatos munkájukat, és hogy ezeket az egymást követő diák generációknak továbbadják. A tevékenység színvonala mindig meghatározza az egyetem ismertségét, vonzerejét és eredményét. Ennek szellemében különösen fontos elmondani az, hogy a Debreceni Egyetem nagy köszönettel tartozik azért az együttműködésért, amelyet közel egy évtizede a zeneművészeti karral folytat Vásári Tamás. A Nemzetközi Nyári Akadémián csodát tevő zenei mester, az által alapított és minden érvek újjászülető Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar karmestere, aki immár mutatjuk fiatalok százainak adott kivételes és emlékezetes művészi élményeket, életet meghatározó zenei impulzusokat. Egyetemünk büszkén mondhatja tehát, hogy egyetlen művészeti kara nem csupán saját művészi forrásaival táplálkoznak, hanem olyan kivételes mester is hozzáadja a művészetét és tudását, akik mind ma is kedves művészet, kedves díjtok! Hosszú, tevékeny életet kívánunk! Képzeletben megszorítjuk a csodatérő kezet, amely varázslatos hangokkal ajánlította meg a közönséget. Örömmel látjuk azt a csillogó szempár, amelyben ma is ég a tűz, a teremtő erő, és mindaz, amely egyedi és megismételhetetlen, egy magasrendű művészi életragyogása. Boldogságot, jó egészséget kívánunk hát az egyetem vezetőinek és összes polgárának, közöttük a zeneművészeti kar vezető és tanári kara, valamint a Nyári Akadémia tanárainak résztvevőinek nevére. És még sok felejthetetlen nemes zenei élményt is kívánom, amely minden bajt és nehézséget fölülír, boldogságot ad a világnak. Thank you.
valamint szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy az születésnapi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 2016. június 23-án hétfőn este 6 órakor várja önöket a napkiadó, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, ahol egy nagyon különleges könyvbemutatóra kerül sor, a Zenén túl című könyvvel Vásári Tamás szeretném megmutatni az írását. A mai esőnek rendhagyó esemény, különleges alkalom, hiszen abban a szerencsében részesülünk, hogy az ünnepet ajándékoz bennünket. Szóljon a nyári akadémia trombita együttesének fanfárja, Horváth Bence és Kelemen Csaba irányításával. Hölgyeim és uraim, fogadják nagyon nagy szeretettel Vásári Tamást. Azokat, akik meg csodálnak. Na erre, visszatérve
televízió egy óra múlva, hogy csináltak egy kis kutató munkát, és kiderült, hogy azok a kitüntetések, amelyeket én megcsodáltam nagymamánál, azok azok azzal, amit én kaptam. És mind a kettő nem csak akármilyen, hanem az a nemzetnek a legmagasabb kitüntetései voltak. Csak akkor a kortivikus idejében nem lehet, nem tisztán a Szent István rend, hanem az a nemzet legmagasabb kitüntetése, hogy milyen címet jutott. És aztán, miután nagyobbán 36-ban meghalt, akkor visszahozták ezt, hogy lehetettek. Mert miért nem volt ugyanaz a neve, mert Mária Terézia alapította hogy ezt a rendet, és ez csak királya adta valamit. Sortivikus nem volt király, tehát egy darabig nem engedték meg neki, hogy adományozom ezzel a névvel, de azért adományozott, és a nagyapám is megkapott. De amikor a nagyapám meghalt, akkor már megint visszajött, és ezekkel a kitüntetéseket. És hát akkor meg is csinálták ezt, és odaálltam a nagyobb képvénelmet. De ez egy egész különleges dolog, hogy egy nagyapa és az unokája ugyanazt a képvénelmet is kapják, mégpedig a legmagasabb állam a nemzeti kitüntetéseket. Erre rámítani sem következik az, hogy most itt vagyok, a naptárban először életemben, úgyhogy nem csak családban valami nagy alkalommal, nem az édesanyámnak az esküvője is itt volt, de hát azért azon nem tudtam jelen. De már a nővéremén voltam, és emlékszem, hogy itt van sárcsátok, a mennyasszony fájtában jó hosszú volt, és hát én nekem itt le kellett állni, amíg a papbácsi ide beszélt. És én szépen itt feltekertem egy búgózba, és ide tettem magam el, és rá tudja göltem, és ennyi volt a nap. Érdekes módon az édesanyám sose ide járt nagyapám halála után, mert annyira fájt neki az, hogy nem ő prédikálni, és ő már nincs többet. Úgyhogy még a kisnapomban megyünk rá, de mondom, most pont akkor jövök ide, amikor hát ez történt, hogy ezzel a kitüntetéssel. Ezt beszéltem a nagyapámmal, és hát mondom, hogy ennek az alapján az első darab, amit eljátszanék, az a Szent Ferenc legenda, a második Szent Ferenc legenda, akkor hát a Szent Ferenc, a Paulai Szent Ferenc vizenyár, és hát a bal kézben van a víz, és a jobb kézben van a hullám, és a jobb kézben pedig a híd. Thank you.
és egy kollégám eljött hozzá. Itt arról szólt, hogy a marketben van a hullám, a fenyegető hullám, hogy a töretlen hit pedig a jobb hit, hogy a hallatszik, hogy van. És hát amit a kolléga is mondja, a zongoristak játszottak, ugye, hogy járt, nem víz az idáig. Szeretnék beszélni a gyerekkoromról, mert arról nagyon keveset tudjuk, csak az a helyi interjút, amit született, el kellett mondani, hogy hogy lett elő tulajdonképpen zongorista. Hát ezt is a nagyapának köszönhetem, mert ő a 20-as években illetve két körutat csinált Amerikába azért, hogy megmentse a református kollégiumban. Csőtelett a kollégium, és akkor ő elmentett egy ilyen gyűjtő, pénzgyűjtő útra, ahol hát egyik helyen volt egy zongoragyáros egyházfi, akinek annyira tetszett a nagyobb a beszéde, nem csak pénzt adott a kollégiumjavára, küldött egy zongorát Amerikából, de na most a zongora nem csak egy olyan akármilyen zongora volt, hanem olyan, ahol volt építve egy mechanizmus, hogy a pedál tele, a normális pedál tele ki lehetett húzni, hogy jókat is fogott egy a napi pedál, az a pedál, de a kottatartó mögött pedig volt egy kis ablak, azt szétett húzni, és ott pedig volt egy ilyen olyan valamilyen levegőjön ki az acélkupakot, és ilyen tekercsek voltak, amelyeket bele lehetett rakni, hát már a kapapedál 100 ilyen tekercset, és akkor azzal álltam az elemüveg, ilyen átiratok, négykezes átiratok, opera, szimfóniák, vitányok, és hát zongoraműveg is. És hát ez egy nagy szórakozás, hogy nem televízióban az egyébként, egy nagy szórakozás a családnak, hogy játszik, hogy a nővére pedálozott, és hallgatok ezt az embert, amit énekel a kisbejöbb számára, azért hogy szóval szenzáció, mert háromszoros. Először is szétszereket hallottam, valamilyen módon, ez már tetszett, mert én nekem először, amikor a zenét hallottam, az igen emocionálisan fogott meg, akkor már olyan idős voltam, körülbelül egy éves, és a nővére énekelt ez a virágot, és olyan, ha hagytam, hogy virágit, ez egy szép is nóta, de egyáltalán nem szomorú, és ez ezen mindig elkezdtem sírni. Lement az 200 frankra, de nagyon tetszett, hogy is tudok, hogy elfigyeledik. És ez megmaradt, hogy mind a mai napon a zenek a szépsége, nem kell az, hogy a szomorú legyen. Egyszerűen a szépség van, itt van például Mozart, megható zenék, az életen emberként szomorúan hozgatott téva, és gohozkodottan elmondhatnak, ugye elmennek és időbezők a gyártók az egész, de van nagyon gyönyörűség, hogy elkezd az ember, és sírt rakta magát. És ez volt az első személyének, és aztán ennek a zongorának a kapcsán jöttek a zenei élmények. Aztán jött az, hogy volt egy vizuális. Tudni, a bélentyűzet alatt volt egy kis képkar, amit elhúzott az ember, akkor lehetett látni, hogy hozzunk a bélentyű. Annak megfelelően, hogy mennyi hallottam. Hát azt mondja, hogy tényleg nézzen, négyezes átlátok, hogy mi mozgásoltuk a bélentyűben. És aztán a harmadik pedig, akkor operákat került a sorba, amikor lett, akkor én is elmondtam a történetet. De hát háromszoros volt a benyomás. És itt a Isten, tényleg itt a Isten, az, hogy a hat gyerek közül jövő két fiú, nagyapám a két fia, és négy lánya, egy szürke barna, fekete és vörös, és egyik szeret a másik. És hát ugye pontosan azért is lettem én az, aki lettem, mert azt mondtam én a családban, hogy kilincset adták egymásnak a térünk meg a udvarról. Egy fiúnak érdemes a kedveteket, a vásárlósnak fiú. Hát így lettem én, hogy vásárolt a másik, de ugye édesapám vásárolt, akkor végül is volt. És akkor, hát mondom, ez a kérdés, hogy kire maradjon az otthon. Tehát senki nem zenész a családba, véletlenül, én nem hiszek benne, hogy ilyen van,
véletlenül volt édesem előtte ezt az operát. Úgyhogy így fordult a dolog. És aztán én, hát én most arra gondoltam, miatt, hogy ebben gyönyörű köszönzőket hallottam, megdöbbenése vettem tudomást, hogy én 84 éves vagyok. Hát ez egy rossz vicc, vagy jó vicc, nem tudom. De mindesetre, hát ez így van, és akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen most én ebben az évben lesz, 8 oldalak éve, hogy elkezdtem zongorát tanulni. Hát itt pedig mondom az ideig. Úgyhogy minden esetre a 5 éves voltam, amikor hát a hozzánk eljárt Kovács Marti néni, Mester utcának, egy zongoratanár néni, nagyon kedves volt, és a nővére tartott zongorát, egyáltalán nem akar zongorát művészteni, olyan, hogy a kis csónak a Dunán lengedhez, azt ő körülbelül 3 hónapig nem tudta legelmese megtanulni, de hát illet egy buli lánynak egy kicsit zongorát, és akkor már végig nem tudta lehetni, oda tegyek a zongorát, megtudta megérzni, igen. Ma, én anyuka a másik szobához a napkosvágy, mert végre nem tudta játszani. És akkor ott az, hogy ugye, a rádióban hallottam, másképp alakult az én időm is, emiatt is.
Na és akkor hát a Zene Akadémián a következő nagy nevet ismertem meg, Kodály Zoltán. Beethoven is sose találkoztam, de elkerültük ennek. És hát a Kodálynál ugye az az, hogy mindenki, Kodály az mindenki jár. Valamilyen zeneszerzést, amit szólt is rajtott, népzenét, amit összehasonlítottunk népzenét. És hát én népzenére jártam hozzá, és hát mondtam, ha már egyszer tanult, ez egyik jelentem a legnagyobb akár talán a most pillanatban a legnagyobb zeneszerzés, hát akkor nem lehet kihagyni, hogy én ne játszam ennek valamelyik művét, és hát engem nehezebb darabja, de valószínűleg táncolt. És hát erre mondtam, hogy mondtam az eljártás volna, mert merészkedtem hozzá, mert biztosan féltem tőle, én is vagy mindenki, és senki nem érkezett a biztonsága magának, mert mindig tudta, hogy van, mit nem tud az illetőről, hogy illene, hogy tudta. És akkor az rátadtam. Ez az egy nagy zenetűnök, hogy nem tudom meg a kicsoda, amikor hát a Kodály fiatal tanára, az akadémiában már én is egy tiszteltem, hogy a zenetűnkos növendék, akik megint a disszertációját, és egy olyan témát választott, egy spanyol témát, a 1100 bosszúros zeneszerző önöszönt, erre biztos neki remélem, és egy majd a mesterre kiponálni. Hát oda álltak el a disszertációját, elég volt már a sarlatánból lebőrni az országban. Már ilyen ideje. Hát, ami nem olvasta el ezt a könyvet, hogy tényleg volna, hogy tudni tőle, hogy elolvasta. Hol van ez a könyvet? Menjen a könyvet? Hát, teljesen nem korlázom, hogy nem előtt illető zenetudós kérdőt. És visszajösszük, talán ez most tanulunk, és mondom. És valóban minden eredetre olvasok. És szóltam nekem a nyelvet két hét alatt, és aztán a fordított. Ez is volt az, hogy megkerettek azt, hogy milyen nyelveket kellett, hogy ki kellett tölteni, hogy szedték mindenkinek, hány éves iskolai végzettsége, hány nép tartott, és hány nyelvet beszélt. És hát ez is volt, amikor nekünk meg akarok ősülni, házén is akartam elvenni, volt férjed, de ezeket nem zavar. És akkor Kodály azt mondta, hogy ameddig nem, ugye az egész volt ebben, ezt kérjük minden hangnemben, és legalább négy idegen nyelvet, addig megmondta, hogy nem. És hát szóval egy fantasztikus kapja, tehát tényleg a fogadó, mert merészeltem hozzá, és mondtam, nem, egyszer nem hangart az, hogy jöjjön el szerzen délután, nem délután háromkor a körömre, akkor mi csak körömből. És hát elmentem, és ugye hosszú két kaftánban volt, és hát emlékszem, hogy nem lehetett, mert a szobor zsúfolás hánák a szőnyegeket, függőnöket mondták, és várva az, hogy levonultuk a két zongora egy egymásra szemben áll, két bőzutókkal, és levonultuk ezek a zongorák. Egyébként első hangokat helyettem, de viszont ezzel szemben volt utána szemben Kodály, a Maroszéken, a Szalmaszongári visz és a Hárián. Hát akkor ez annyira is nyilván, hogy megszállt a Szentlélek, és eljátszottam, és akkor úgy tudom a történet, és ez tudjuk is rámézett. Oda jött, kezet nyújtott, és azt mondta, hogy szeretnősz. Soha az életet tőled nem mondta, nagyon sarlatot darabjának mondtam volna. Úgy látszik, hogy nem volt rossz jel. És akkor utána viszont, hogy lejött az oda, az a hosszú sorot rágnak, én tudtam, hogy ő cseles, szóval ők cserélnek az ő hangszerek. De az ongolát is úgy tudott, hogy a legnehezebb volt benne, a játszani, amit a Maroszékit azt mondta, hát én most sem tudok játszani, hogy be fog lenni viszont.
kicsit elmentő volt, és kezdett odaudik a távon, és mivel elsőként még nagyobb vagyok, majd lesz, hogy nem nagyobb, makassa. Tehát oda nagy volt, én meg mindenféle szemben volt, és példamutató volt a szülők számára, pedig ő neki nem vérszegett a gyereke, de amikor a Kepernek születésnapja volt, és akkor a tanítványra összezettek a pészekúban volt, nekem nincs így gyerekem, testvérek, szóval itt maguk az én gyerekek. És tényleg, amivel példát mutatott, hogy lehet egy hogy milyen jó szülő, ott segít a gyerekek, akkor már senki sem is nagyon fontos neki, de nem kéne visszatér. És ezt én hagytam gyakorlatilag, mert hát amikor készültem a pályázati versenyemre, sorok előbb előtt a versenyemre, hát én rendszeresen adtam kezdve, hogy a szüleimnek kiterepítették, és akkor segítek nekem mindenben, amiben másnak tudok például látelepíteni a szüleimnek, onnan a Jászlóban élek ide, az elemérre, amire nem szerezőzően van, és a nagyapának a gyanakolója volt, csak hát ott a kumonságban életetni kell, mert megközelítettem, hogy direkt a és
tudod magának tetszik, hogy mennyire kerül szakítva, hogy jöjjön érte a csekkért. Tehát a kézét értem a csekkért, nem volt otthon, nem volt hálálkodás létszerzeni, házszerzett a világára a csekket, és hát ilyen gesztusra volt kellett, de most jön a fontos, amikor a török első énekes néven nagy Kodály interpretált volt, szól, és tehát nagyon szeretettem a Dázsi, és nagyasszony volt, minden szempontból termetre is, és a karakterre is, és hát a Kodály Hetemeli születésnapján volt egy koncertet, akkor Balatok teremnek megnéznek, az most Eszi Színház, és hát a énekelni kísértem, és szóhosszal is. És hát a koncert után Kodály jött hozzánk, és hát én azért nagyon nehezebb értem akkor, mert a szüleim kívülött a terepünkbe, és hát én egy kísérési értem, és közben a zenekarnak is véget ért, és azt mondja, Erzsőt átadott ezt a tanár, fogadja örökbe ezt a fiút, akkor azt nem gyerekez már, hogy örökbe kelljen fogadni. Nagy dolog. Szóval nem kéne szeretni, hagyhatod, hogy megküzdjön az életre, de 22 ezer forintot dolgoznak, de nem, és ez fontos. És hát én mindenképpen fantasztikus ember, senki nem biztonságban áll, tehát a tudjátok, a kezeket fel, ki ismer a rákosban, ahol szóljunk. Na, tessék, ki ismer a rákosban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-an ismerik. Jó, hát akkor kiadni orvosok a kussákat elmondom. Szóval, kíváncsiak a részesek, hogy amikor a Kodály első feleség Emma asszony szólnak törvéssel a kultúrnyi programba, ahol 55-15-15, akkor komponálta az én szózatát, hogy asszonásuk volt a művet, és hát én reszeresen kiálltam, hogy a legáltalában. De akkor Emma asszony és akkor láttuk, hogy minden terítve ott áll a földön, az ágyon, útorokon, és az így szózata, de amiben ezt a megzenésített, a írott nap, oldalak, mindenben. És az szemben előtt írta, hogy ültünk ezt a darabot, és mondta, hogy a legtöbb munka, mint az orróval, mit kívánni, mit szöveget, tényleg én ilyen hülyeséget megkérdeztem tőlük, azt hiszem, hogy ki fog rúgni, hát hogy lehetne ilyet kérdezni. Tanárunk, hogy írta a Psalmus 29? Megvan válaszolva úgy, hogy volt, amikor a szövegvezetet, és abszolút írt a zenét, volt, amikor a zenevezetet, és abszolút írt a kerestem a zenét. És hát szóval ez arról szólt a török ápjúról, hogy hát török kultúrtsága, de hát mindenki a szovjetekről van szó, és hát a pápa egy viszontos dilemmában volt, hogy most még nagyszabású Kodályművet nem bemutatni a szemben. Ha még nem mutatják, akkor meg korban lehet belőle, lehet is egy ilyen hát volt egy fogadás a parlamentben, és amikor ott volt a rettegető vidítától Rákosi Mártás, és Kodály is, és Rákosi Mártás, és Kodály is, hát háromnegyed, fenyegető, egynegyed, réfásan, azt mondják, hogy sok rosszat hallok most állában magában találnám, én is magában. Szóval az egy jó érzéke, és hát ez a tárgyában ki is derül, amit akkor hallani a zenekarra, a koncertnek megszületőként, hihetetlen humor van benne. És és egyszer az ott voltam nála, és elvileg egy gyűjtő verset, és azt mondja,
fordítja, hogy utána mi nem tudjuk, hogy tud. Akkor kérdezzem, amit nem tud. Nem, kérdezzem, amit oda plátálta magát mellé, hosszú bőtedet, hogy minden szót megkeretetődött, hogy lássam, mennyire nem tudok lépet. De olyan memóriája, hogy a Duna TV-n igazgató elment hozzá kellene mondta, amikor hát ő az igazgató zene osztály igazgatója, és hát ő is van mondanának mindenki, és hát hogy be a lakásában kivadott ebben a paritányban zene tanácsadó igazgató. És akkor hát én szépen emigráltam, és hát elég nehezen indult el a dolog, mert én nem díjatom a királyi, drága királyi versenyt, pont 56-ba, és már az összes papír az ebben volt, kimehetem volna, mert a Bécsi szimfonikusokkal volt egy két múzsákat szeretett kellett már játszani, és december 15-16, december 2-án és 4-én, Yeah.
rálepelt adni a vízhez azon, mert hogy én így egy hamar nem hallottam bele, és akkor éjjel szóltam, mert egy év, hogy nem volt. És hát szóval jó, hát mondtam, hogy semmi nem történt, tehát azért nem értünk a zenéhez, aki meg ott értett, az amik is ismert a szép oldalát, annak meg baján lehetett. És akkor ő dönt, hogy a 10 nap múlva kapott egy levelet, a Borbácsi állapontól, hogy meghívnak egy nemeszerétel. Na most ezt tudni kell, hogy abban az időben, hogy valaki nem ezt csinált, nem semmi ezt a semmi szózat, az, hogy milyen jó volt a pártitkára, hogy milyen közösségére, a szállára, hogy milyen közösségére van. És egy lemez, nem számított, én nem rajongtam a németekért, nem a háborúval, ugye ön láttam, miket művetek, és az a művel, hát ide, akkor mit fizetek? Önnek dolgokat, amik van egy principió, volt a nagyfalmesetek, és ugye a 3D principióma volt, hogy csak olyan szerződés szabad elvállalni, amikor a 3D-ből levelek egyet voltam. Angolul mondta, témet, ezt is kereső. Vagyis, hogy mennyit fizetnek, hogy mennyi mély örömet terült benne, és van egy presztis ületet. Hát nem, hogy ebben semmi nincs, mert persze életen is hallottam arra, a csillagomban nem állhatok oda a csillagomban, nem ezeket már külföldön a legnagyobb cég, hogy Magyarországon nem. Hát lehet, hogy én visszatért tanuljam meg, amikor a cifra akkor vette fel a legendes visszatérzéket, úgy csillagok labdával, hát akkor miért lehet, most éppen hány használtákat tanultam, úgyhogy én szépen megírtam nekik, hogy hát köszönöm szépen a felkérésre, hogy nekem ezen érdekel. Iszonyatok, mikor lett volna, mert kappan ellen kérték, mikor egy fantáziát kérték, a 6. rasszok, 15. között, hát van elő érdekel, ezeket úgy sem tudod felvenni. És akkor jön a barátunk, a Köszi Vandárnek, és azt mondta, Tamás, nem kaptál egy elvéletet, levelet Németországot, nem mondom, igen, így. Hát ők honnan? Han, hű, és ki, Dacsa. Mit akarnak neki? Felvétek. Hát, gratulálok. Hát ez olyan, ahol mondtam, biztos ő rajta keresztül jött, hogy most cégjel felvétel. Jaj, és azt is megnézze, hogy mennyi fizetett, hogy a végén ment, azt mondta, hogy 1% egyel a levezetelhez, és ennyi meg. És azt mondja, hogy mikor van a felvétel? Mondom, hát nincs felvétel. Elkérdek a felvétel. Hát akkor mi is nézünk nekik? Hát én azt írtam nekik, hogy ez engem nem. Akkor fel kellett mostani szép vannak, mert azt mondja, hogy minden, a legnagyobb szállatot érdekes visszatolácsonak. Hát én ezt nem jól nem ennek a szüleimhez, és az is írtogál meg, hogy hát most már így egy menedzser, így egy koncertet, vagy próbálnák átverni, és hát ez indított el a karrierre, hogy csinálják, mert nem lesz, ami aztán gondolom, akkor évvel vezetődés, és a hihetetlen kritikákat, írtak, és akkor ennek ezen többet, hogy a mesélek egy este. Nem bocsánat hazudok, mert ez után még meghívott a legnagyobb menedzser, hogy mikor bemutatkozzon a gondomba, és az a bemutatkozás. Csak azt hiszem, hogy a verset játszott egy este, és a visszajött, és a csomó ráadás, és másokkal olyan tárcolja, egy éjszaka, vagy egy nap, kinyitott az összes kapott a világ, kivéve Amerikát, de az meg a következő évben jött be, hogy jól szél jött, neki volt a Carnegie Mellon bemutatott, és az meg még minden ilyen volt. Úgyhogy így indult el a Paris, ez egyszer terkedett, és ezt szoktam mondani, nem lehet ilyen, hol lehet is ez az alkalom, vagy hogy őre megsúlyra, hogy ott áll. És akkor azt mondták, hogy elindult egy olyan széria, évtizedekig, amikor tényleg a Dacsilagot megcsináltam azt a Chopin albumot, ami hát akkor még nem voltak ilyen albumot, szingli lemezet. De azt, hogy a Dacsilagot kezdte el egy ilyen dobozba kihozni több lemezt, az első karajánál a négy, a Beethoven 9 szimfónia, második Visualistával, Schubert dalok, és a harmadik az én Chopinnek. Jó képű fiatal ember voltam, minden gyerek megvette a lemezet, mint a mai napig jönnek a akasztára. Amúgy a fülöltetőd az első lemez, amit hallottam. Ez így, ez meg nagyon megfekült, értem, legrettenetesebb
több mint 100 koncert évente a világ minden pontján állandóan örömmel utazik. Képzeljétek a szerint volt egy olyan év, amikor 126 koncerten volt 9 hónap alatt, úgyhogy keletre indult a nevés, és nyugatról jött le vissza. Tehát ez szedetet, és ez a tetteletes eszünkségre. Én azt mondtam, hát kumiszolálva fogom végezni a kezdeményeket. És akkor kezdtem meditálni, ami aztán ezt megmentett, mert az nem ez a szörnyűséges zongoristapálya. Már bocsánat, de tényleg a legtöbb nagy zongorista, borodok általában, hát nem végezhetjük, hogy azért volt a végén egy kis tanulányra végezhetjük. Na, akkor én most eljátszok egy sok ember, ha elmondom. Jaj, gyerünk, hogy kihagytam valamit. Kihagytam valamit, hogy valamit beszéltem, és akkor viszont eljátszom a sok embernek, ami elmondom. Thank you.